Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Tehát visszatérve az első kérdésre, mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt az ő gondolataiban. És ő tervez veled valamit, hiszen itt látható a közeledés, a mozgás, keresi veled a kapcsolatot. Ez a mozgás mindent jelenthet, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, változások, de azt is jelzi a kép, hogy közeledik hozzád, és ez a terve. A második kérdés, hogyan érzi magát? Nem túl jól, hiszen itt megjelenik egy hamis nő, és befolyásolja az érzelmeit negatív irányba. Hiszen ez a nő figyelgeti őt, letekint a mélybe, mindent tudni akar, kíváncsi, érezhető a hamisság, hiszen hazudott neki, becsapta őt. Ez lehet a társnője, ez lehet a volt társnője, ez lehet valaki a családban, vagy lehet egy kolléganő, vagy ismerős is. Ő érzi ezt a hamisságot. És mit fog tenni? Az utak itt. Ezen a képen azt jelentik, hogy útban van hozzád. Azt is jelenti, hogy lesz itt egy fontos döntés, hiszen elmondja majd azt, hogy elérkezett az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és el fog gondolkozni azon, hogyan tovább, milyen irányba. Én úgy gondolom, hogy lezárja ezt a hamis kapcsolatot, és itt a lilium virág jelenti a tiszta érzelmeket. Tiszta érzelmekkel, jó szándékkal közeledik hozzád, és szeretne tisztázni veled valamit. Mi fűz össze benneteket? Itt a medve az jelenti az erőt, a belső erőt, a hitet is, tehát ő hisz abban, hogy lesz egy megoldás, le tud zárni bizonyos dolgokat, együtt fogtok tervezni itt valamit, és tisztázódik minden köztetek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!